Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok! Ez itt kérem valóban a Tilos Rádió a 90,3 MHz-es frekvencia vonulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és ezen a borult, kellemes hangulatú augusztusi reggelen nagy szerencsém van köszönteni, ha minden igaz, a telefonvonalakban Orha Zoltánt. Zoli, itt vagy velünk? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, igen, itt vagyok. Itt vagy, adok rád még egy kis hangerőt, hogy még jobban itt legyél. Köszönöm. Na, hát szóval ez azért történik, hogy most már, ha jól számolom, legalább negyedszer vagy itt az adásban, amit még egyszer nagyon köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Mindjárt mondok néhány szót, persze azok, akik esetleg nem lennének képben, Orha Zoltán csillagászként végzett, de onnan ismerhetik nagyon sokan, több generációnyi, elsősorban tévénéző számára biztosan ismerős, ugyanis mindenféle tudományos műsorokat, például a Válaszd a Tudást például, de a Deltát is mondhatnám itt, és meg sok-sok más, amiről már beszélgettünk itt-ott, tudományos műsort vezetett annak idején, illetve szerkesztett is az MTV-n, és ezek közül annak idején ugye kimagaslik egy dolog, ami egyrészt az apropója a mostani beszélgetésnek, az, hogy majdnem pontosan, hát két hetente van Szokolébresztő, szóval pontosan, annyira pontosan nem tudtuk rá időzíteni, de 25 évvel, negyed századdal ezelőtt fogyott el a nap itt Magyarországon teljesen, utoljára, és hát 2081-ig nem is lesz itt erre felé hasonló élmény, tehát teljes napfogyatkozás történt 1999. augusztus 11-én, nyilván sokaknak ez felethetetlen élmény, többek közt nekem is, és hát média történetileg is nagyon érdekes volt, hiszen Orha Zoltán vezetésével végül is végre média történetben talán először volt például olyan, hogy egy igazi nemzetközi körkapcsolás keretében lehetett követni a napfogyatkozás útját. Erről is fogunk beszélni, de úgy általában napfogyatkozásokról és mindenféle ehhez kapcsolatos témákról egy jó alkalmat ad nekünk ez az évforduló, hogy erről beszélgessünk. Úgyhogy hát át is adom neked a szót. Mi a túró az a napfogyatkozás? Miért olyan ritka? Hogy van ez? Milyen időközönként? Mi történik akkor? Itt a történeti vonatkozásokról is rengeteget lehet beszélgetni az ókortól a jövőig. Szóval itt aztán tényleg kimeríthetetlenek a lehetőségek. Úgyhogy nem is szaporítom a szót, hanem átadom neked. Köszönöm szépen. Hát a túróhoz nem sok köze van szerencsére, hanem sokkal inkább azt mondhatjuk, hogy mi emberek kiváltságos helyen vagyunk az univerzumban. Mert van nekünk egy holdunk, és ugyan ezzel az a két égitest a nap körül kering. Na most ugye a teleholdat, hogyha megnézzük, annak a látszó szögmérete fél fok. Ha a napot megnézzük valami védőszemüvegen keresztül, akkor annak is a látszó mérete fél fok. Tehát a két égitest nagyjából egyformának látszik az égbolton. Ez azért van, mert a hold valódi mérete 400 része a nap átmérőjének, de a nap tőlünk 400-szor olyan távol van, mint a hold. Tehát innen az az érdekes összeesés, vagy egybeesés, nem tudunk olyan helyről az univerzumban, ahol ez a hasonló szerencsés matematika így alakult volna. És tehát tegyük hozzá azt is, hogy nem csak térben, hanem időben is jó helyen vagyunk ehhez, hiszen a földtörténet során a hold az folyamatosan távolodik a földtől. Néhány hát milliárd éve sokkal közelebb volt. Előbb-utóbb megszűnnek a teljes napfogyatkozások ennek igen, de addig még nagyon sokat kell aludnunk. Milliárd hát, éveket. Hát ilyen, ez tényleg így van. Na de nézzük csak, hogy mikor lehet napfogyatkozás, illetve a másik ilyen árnyék jelenség a holdfogyatkozás. Napfogyatkozás csak akkor következhet be, amikor ugye új hold van, tehát úgy néz ki a sorrend, hogy nap, hold és föld.
Amikor telehold van, akkor van holdfogyatkozásra lehetőség. És azért mondom, hogy lehetőség, mert ugye a földpálya síkja, illetve a holdpálya síkja az körülbelül 5 fokot zár be egymással, tehát magyarán, hogyha ez 0 fok lenne, akkor minden új holdkor lenne. Napfogyatkozás, minden teleholdkor lenne. Holdfogyatkozás, hát nem begonalom lenne, az egész kit érdekelne, ez az egész természeti jelenség. Tehát ez a bizonyos 5 fokos hajlásszög az, amely lehetővé teszi, hogy elég ritka az, hogy valahonnan egy adott földrajzi helyről egy teljes napfogyatkozást meg tudjunk figyelni egy ember élet során. Tehát ez nagyon nagy szerencse kell. Na most mit is látunk ilyenkor? Ugye a hold kezdi eltakarni a napot, akkor az még csak egy részleges napfogyatkozás, hát az nem egy olyan nagy élmény. De amikor már szinte majdnem kitakarta az égbolton a napot, akkor jönnek az érdekességek, pillanatok alatt történnek ezek, amikről most beszélek. Először az úgynevezett béli gyöngyök tűnnek föl, ez egy angol csillagász nevét őrzi, ez a jelenség, aki 1836-ban írta ezt le először. Arról van szó, hogy a hold zöldjein keresztül érkezik már csak a napfénye, és ilyen csupa, ilyen gyöngysor veszi körbe a napkorongot. Na most, amikor már csak egyetlen egy ilyen völgyön keresztül jön a fény, akkor ezt úgy nevezik, hogy gyémántgyűrű. Milyen szép neve van. Na és akkor bekövetkezik a teljes fedés, amikor már volt teljes egészében kitakarta a napnak a ragyogó fényét. Na és akkor aztán olyan látványban van az embernek részemben soha, semmikor és máskor. Feltűnik a nap légköre, az a légkör, amit egyébként csak speciális berendezéssel lehet megfigyelni, és akkor látjuk meg az, hogy a napnak milyen szépséges, hát hogy mondjam, glóriája van, ez lesz a napkorona. Ilyen rózsaszín kis pitypöttyöket lehet látni, amik a nap fölöttéből indulnak ki, ezek a napkitörések. Hát ez kizárólag ekkor lehet így megfigyelni, speciális távcső igénybevétele nélkül. Elsötétül az égbolt, de drasztikus módon. Ez körülbelül olyan, mint amikor a szobába hirtelen lekapcsolják a villanyt, nagyon gyorsan lesz sötét. Az égbolt egy ilyen nagyon fura, képet mutat, és hát ugye nem csodál az, hogy évezeteken keresztül, de még ma is, amikor ez a totalitás bekövetkezik, hát sokan kétségbe esnek, pánikba esnek, és úgy gondolják, hogy na itt a világ vége, kérem, innentől kezdve eltűnt a napfénye, megszűnik a föld, stb. És így tovább. Na most akkor. Azon túlmenően föltűnnek a fényesebb csillagok az égen, arra néhány percre, amíg ez a totalitási fázis tart, meg éppen az aktuális bolygók, amelyek úgy látszólag közel járnak a naphoz. A Vénusz szokott általában ilyenkor fényleni, hiszen az a legfényesebb bolygó, amit innen a Földről meg tudunk pillantani. De hogyha mázlink van, ami most a április 8-i fogyatkozásnál be is következett, még akár egy üstökös is észrevehető a nap közelében. Egyébként most visszatér az április 8-ai eseményre, tényleg akkor fedeztek föl egy addig ismeretlen üstököst, napfogyatkozás során, amikor felvételeket készítettek. De nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy nem maradtak le semmiről, hogy ez egy amerikai fogyatkozás volt, ugye? Hát igen. Tehát nekik mázliuk van, mert jó nagy kontinens, igen. Ott elég sokszor beinszalad a holdárnyék, ami úgy nagyjából kétszeres hangsebességet kell elképzelni, tehát az egykori dicsőségesen repülő Concorde-nak az utazó sebességével kell gondolkodni. Ami pedig a maximumot illeti, a maximális fedettség a geometriai viszonyok következtében 7,5 percig tarthat. Ez elég hosszú idő. Az, ami nálunk volt augusztus 11-én 25 évvel ezelőtt, 2 perc 22-23 másodpercig élvezhettük ezt a déli éjszakát, hiszen nagyjából déli időben következett be a teljes fedés. És van még egy érdekes fogyatkozás. Amikor a hold látszó mérete nem éri el a napnak a látszó méretét,
de mégis teljes fogyatkozás következik be, ezt úgy hívjuk, hogy gyűrűs fogyatkozás, mert hogy akkor a fogyatkozás közepén a napkorongból pusztán egy gyűrű marad meg, hát akkor ugye nincsenek meg ezek a látványos dolgok, amiket az imént elsoroltam, a béli gyönyök, a gyémánygyűrű, nem látjuk a protuberanciákat, nem látjuk a napkoronát, amely a legkülső rétege a nap légkörének, és egy csomó minden más érdekességtől is elesünk. Ennek a maximális időtartama 12,5 perc hosszúságú lehet. Egyébként visszatérve a hold árnyékára, annak az a sáv, ahol ilyenkor végig szágúd a hold árnyék a Föld felszínén, az úgy nagyjából 250 kilométeres széles sávot jelent, ez augusztus 11-én 111 kilométer széles sáv volt. Tehát olyan, aki abba a sávba tartózkodott, az láthatta a teljes fogyatkozás minden egyes részletét, ugyan szerencsénk volt, mert előző éjjel átvonult egy hideg front, amely elhúzott reggelre, úgyhogy derültég várta a megfigyelőket, az érdeklődőket, szinte mindenhol kivétel volt Szombathely és környéke, ahol terveztem a televíziós közvetítést, ugye egy centrális vonalra telepített televíziós távok vettek ebben részt, Szombathely, Tihany, Ópusztaszer, és arra gondoltam, két éves tervezés után, hogy akkor majd sorba kapcsoljuk egyik és másik helyszínt, ahogy a hold árnyéka tovább szalad, tehát akkor folyamatosan tudjuk a napfogyatkozás legfontosabb részét a televízió nézői számára prezentálni. Tehát úgy látszik a költségetésben az, hogy fölüljön az egész táb egy Concordra, ahogy mondtad, és végig kísérjétek az árnyékot, sajnos arra nem volt lehetőség. Hát Concordra nem, de hát annak se lett volna értelme, hogy valami vadászgépbe belerakunk egy operatőrt, akinek ugye van jogosítványa, hogy ilyen gépen ülhessen, és ő közvetítse egy kamera segítségével ezt a jelenséget. Tudnék, hát nincs olyan, igen, hogy mondjam, kabin. Persze, de egyébként van olyan, volt már olyan napfogyatkozás, amit pontosan tudományos céllal egyébként így repülővel követtek, hogy tovább érvezhessék, hogy lényegében persze haladtak az árnyékkal. Igen, de hát csak az áfót alakítva az a szerkezet. Hát igen, csak olyan, így van. A kívánalmaknak megfelelően. Most az április 8-ai fogyatkozásnál is mindent mutogattak a nagyszerű televíziós kollégák, csodálatos dolgokat mutogattak, csak éppen a fogyatkozás nem. Tehát csak azért mondom, mert hát azért egy kicsi, hogy mondjam, szürke áramány is kell ahhoz, hogy valami sikerüljön. Mert kapcsolták a nemzetközi űrállomást, hogy akkor megmutatjuk, hogy a hold árnyéka hogy néz ki a világűrből. Hát minden mutattak, a vihorászó űrhajósokat, meg a különböző kísérleteket, csak a hold árnyéka, ahogy vonult végig a Föld felszínén, csak azt nem. Ugye pilóta beszállt a vadászrepülőbe, igazgatta a sisakját, fölrakta a napellenzőt, mit tudom én, kapcsolt ezt, kapcsolt azt, kapcsoltam azt, aztán utána egészen más képek jöttek, hát csak éppen azt nem adták be, amikor fölszállt jó magasra, és próbálta mutatni, hogy ilyenkor a Földön hogyan megy a mit okoz a hold árnyék. Na, az nem volt bennem, ne inkább abba hagyom. Hát igen, igen. Hát abból is látszik, hogy nem te voltál annak az adásnak a szerkesztője. Hát most nem arról van szó, hogy a saját személyemről, hanem csak úgy illene végig gondolni. Igen. Normális, igen, van rá igen idő, hogy mikor mit csinálunk, mert ez nem olyan, hogy állj gyerekek, leáll, megismételjük az egészet, na az nem megy. Ugyebár. Na, visszakanyarodva a napfogyatkozás és a holdfogyatkozáshoz. Több ezer évvel ezelőtt a káldeusok, ugye ez a mazopotámiai térséget jelenti, már felismerték, hogy a fogyatkozásoknál egy bizonyos periódus megfigyelhető. És a megfigyelések révén, ugye az a gyűjtésnek köszönhetően kiderítették, hogy a bizonyos száraz ciklus 18 év, 11 nap és kb. 8 óra hosszúságnak felel meg. Ez azt jelenti, hogy bármelyik fogyatkozást, ha nézzük, itt most főleg a napfogyatkozásra gondolok, ami között időben egy száraz ciklus eltelik, annak a geometriai viszonyai hasonlóak lesznek. A földrajzi hely nyilván nem, mert hogy 8 óra és néhány perc
van még ennek a ciklusnak a végénél. Tehát a Földnek körülbelül 120 fokot el kell fordulnia ahhoz a tengelye körül, hogy ismét napfogyatkozást lehessen látni. Hát az nyilván egy más földrajzi területet fog érinteni, nem pedig ugyanazt, ami a száraz elején bekövetkezett. Tehát ezért van az, hogy ugyanazon a földrajzi helyen sokszor 1000 évnél is több esztendő telik el, amíg még egyszer egy teljes napfogyatkozást megfigyelhetnek. Általában az a helyzet, hogy már a páni félelemről már beszéltem, ezt olyan komolyan vették krónikák feljegyzései alapján az ókori Kínában, hogy voltak udvari csillagászok, ugye a történet úgy szól, hogy hí és hó, két udvari csillagász, az lett volna a dolguk, hogy előre jelezzenek egy teljes napfogyatkozást. Ami azért volt fontos a kéniaiaknak, mert hitük szerint egy óriási sárkány meg akarta enni a napot. Ezt a sárkányt el kellett kergetni dobokkal, síppadban, nádi hegedűvel, meg a frászt, ugye mivel, kereplővel. Na most ez a két pofa állítólag jól berugott, és hát nem tették el a kötelességüket, és a császár lefejeztette őket. Hát, állítólag így történt. Na mindegy. Másik ilyen közismert teljes napfogyatkozás a Bibliából, ott jegyezték föl, onnan származik, amikor volt az a bizonyos kis-ázsiai háborúskodás, és akkor ugye az a bizonyos napmegállítási csodáról ír a Biblia, hogy hold megállt a Ajalon völgyében, stb., és akkor Józsué megállította a napot. Ettől a harcosok úgy megrémültek, hogy ilyetükbe eldobáltak minden harci szekercét, és kibékültek egymással, legalábbis ez áll az írásban. Egy másik ilyen érdekesség, ami a magyar vonatkozás, ha már a páni félelemnél tartunk, ezen nyögte Mátyás búshadár Bécsnek büszke vára, ugye 1485. március 16-án következett be egy teljes napfogyatkozás, amely Bécsből nézve is az volt, és sokkal jobban meg voltak ijedve a bécsi lakosok meg a katonaság, mint a Mátyás fekete seregétől. További magyar vonatkozás, és ez tényleg egy alapvető ebből a szempontból. Ugye fölmerült 19. század végén, hogy mikor lesz a millenium. Hát akkor meg Lakics Ferenc, magyar csillagász kezdett foglalkozni azzal, hogy megállapítsa, hogy mikor lehetett a honfoglalás. Az nyilvánvaló nem lehet azt mondani, hogy egy pontosan egy évet, hónapot, meg napot, ami egy hosszú folyamat, de azt meg lehet valahogy mondani, hogy melyik volt az az időszak, amikor a legtöbb magyar ősünk bevonult a Kárpát-medencébe. Szerencsére korabeli jegyzetek alapján rátalált egy bizánci napfogyatkozásra, amely 891-ben történt, és a feljegyzések azt állították, hogy azt követően 4 évvel később volt a honfoglalás. Tehát 895 jön ki. Na most hát a akkori városatyát, meg mindenféle más szakértő emberke, amikor a Lakics ezt elég tolt ezt a papírt, 1890-ben történt mindez, és mondta, hogy kérem szépen, akkor 1895-ben kellene megtartani a millenniumi ünnepségeket, osztottak, szoroztak, számoltak, és kiderült, hogy az összes mindenféle létesítmény, amit elindítottak, nem fog elkészülni 1895-re, így áttolták naptárilag a honfoglalás 1000 éves évfordulóját 1896-ra. Tehát ez egy, hogy mondjam, hivatalból történt intézkedésnek köszönhető, a valóság azonban más, ahogy elmondtam. Na akkor további magyar vonatkozás Petőfi Sándorhoz hűződik. Például a 99-es fogyatkozás, teljes fogyatkozás előtti utolsó fogyatkozás 1842 nyarán következett be. Petőfi akkor pápán volt diák, és ismervén az időnkénti felelőtlen természetét, ugye óva intették, hogy berenézzen a fogyatkozó napból, mert abból baj lesz. Hát az egyik szemére meg is vakult, mert ugye makacs ember lévén nem vette komolyan a figyelmeztetést, és akkor megszületett az a verse,
aminek az a cím, hogy szemfájásomkor. Ez egy nagyon rövid pársoros költemény, a következő képen szól. Teremtő Isten, szememre a vakságottán csak nem küldöd. Mi lesz belőlem, hogyha többi nem látok jányt és pipafüstöt? Hát, így örökítette ő meg ezt az egészet. Egyébként visszatérve, nagyon komolyan mondom bárkinek, aki ezt hallgatja, vagy hogy adja tovább, hogy a napba belenézni, közönségesen, szabad szemmel, óva intek mindenkit, mert maradandó szemkárosodás lesz a vége. Ugye, sarkon mindenhol árulják, az a kínai valami, azt mondja, tökéletes ultraibolya védelem, 300 forint, mit tudja, tessék szíves elfelejteni. Nem. Vannak speciális szemüvegek, amik erre alkalmasak, de ennél sokkal inkább olyan különleges fólia, és ez nem alufólia, például a kokáér konyhai alufólia, amin keresztül szabad csak a fényes napkonomba beletekinteni úgy, hogy a szemünk ne károsodjon. Tehát ezt komolyan kell venni. Aki nem veszi komolyan, az megvakul. Mint ahogy ez történt a 99-es fogyatkozás esetében is sajnálatos módon. Na. Erről vannak adataid, hogy érkeztek hozzád visszajelzések? Annyi adatom van, hogy ugye, amikor ezt a 2 éves fölkészítő műsorfolyamot csináltam, akkor a jelenség után felhívtam a Sotes Szemklinika osztályvezető professzor asszonyát, és megkérdeztem tőle, hogy volt-e, tudnak-e arról, hogy valaki megvakult, azt mondja, igen, 2 szeméről. Hát, ennyit tudok mondani. Ezzel konkrétan. Igen, de abban, hogy az csak 2, abban azért szerintem igencsak benne van a ti munkátok, mert tényleg például a televízióban is folyamatosan bemondásra került, és hát ugye 1999-ben még nem nagyon, hát már volt, de nem nagyon volt kereskedelmi televíziózás, tehát még gyerekcipőben járt, tehát hogyha valaki valamit nézett akkor tájt, akkor az jó eséllyel éppen a ti műsorotok volt, amiről majd megkérlek, hogy még majd biztos, hogy mesélj majd még később. Szóval tényleg, és én is emlékszem, hogy olyan nagy előkészületek voltak, és nem csak a tévéműsorban, tévében, hanem hogy egy évvel korábban, 1998. augusztus 11-én volt a Planetáriumban egy nagyszabású sajtótájékoztató, ahol én is ott voltam, még gyerekként. Egy prezentációval együtt. Ó! Egy prezentációval együtt, ahol a Planetárium kupolájába levetítették, hogy nagyjából hogy fog kinézni egy ilyen napfogyatkozás. És ott már, és tele volt a Planetárium, a korabeli újságírókkal és egyéb média képviselőkkel, meg érdeklődőkkel, mint én, aki akkor ilyen hát ilyen nem, 8-os gyerekként ott kovályogtam. És már akkor elhangzottak a dolgok. Nagyon részletesen összeállított sajtóanyag került kiosztásra, mi lesz, hogy lesz, mi lesz a nyomvonal, mire kell figyelni, történeti vonatkozások. Tehát látszik, hogy ez a napfogyatkozás éve végül is programsorozat, ami akkor startolt el, az nagyon-nagyon komolyan elő lett készítve, és szerintem mindennek nagyban köszönhető, hogy csak 2 ilyen bejelentés jött a Sote Szemklinikához. Hát ennyiről tudtak, hogy aztán valójában mennyi volt, az már egy más tészta. Egyébként visszatérve, amiket az imént mondtál, volt egy cég Magyarországon, nem mondom a nevét, mert az a reklám lenne, akik erre tudatosan ráépültek, és több mint 1 millió napfogyatkozás néző papírból és speciális fóliából készült úgynevezett szemüveget forgalmaztak, hoztak be és adtak el. Tehát tulajdonképpen ők voltak az egyik forgalmazók, akik teljesen, hogy mondjam, logikus módon, tisztességes haszonnal, amit én egy abszolút nem sajnálok tőlük, az emberek jóságát akarták, tehát hogy ne legyen szemkárosodás, ne legyen felelőtlenség, és el is adták azt hiszem az összes ilyen szemüveget, aztán több más cég is felébredt, később is ők is árulták, már szinte minden sarkon lehetett kapni ilyen napnéző szemüveget, az enyém az mind a mai napig megvan, és ha éppen most a napfelszínét akarom meglesni, a szabad szemmel óriási napfoltok láthatóképpen, egyébként akkor szépen előveszem, fölrakom
a szemeim elé, és nyugodtan, biztonságosan meg tudom lesni. Igen. És ez tényleg én is csak hozzá szeretném tenni, hogy ez annyira új volt, mert ugye gyerekkoromnak fontos eseményei ezek, hogy 1996-ban volt egy szerintem 60-70%-os részleges napfogyatkozás, és akkor még a szemüveg divat az nem jött be, tehát jól látod, hogy ez 98-99-ben hozták be ezt a céget, tehát a 96-oshoz még kormozott üveglapot használtunk. Az, amit nem szabad, így van. Aztán a másik ilyen sufni tuning megoldás volt ugye a korabeli floppy diszkenek a korongján keresztül. Ugye? Nem, ezt már nem is ajánljuk. Szerencsére most már nem is nagyon találni olyat, tehát most már talán egyszerűbb napfogyat... Meg a túlexponált Na, az még rosszabb talán. Na, szóval ilyen népi megoldások forogtak közkézen, meg voltak a köztudatban, és ezért is fontos a 99-es napfogyatkozás, mert tényleg annak kapcsán jelentek meg a magyar piacon ezek a, hát ilyen papírról készült, de inkább a mozik 3D szemüvegeihez hasonlító keretű, ám de ilyen UV védőfóliával felszerelt kis szemüvegek. Nekem is megvan még az enyém egyébként 99-ből, úgyhogy ez egy kedves emlék. Ami a nézőknek a tájékoztatását illeti, figyelemfelhívást, szinte majdnem minden nap este lement az a körülbelül egy perces szöveg, a Magyar Televízió képernyőjén, hogy tessék vigyázni, csak ilyen szemüveget szabad használni, tessék szíves ezt megvenni és használni, amikor még a hold nem takarta el teljes egészében a napot. Addig csak ezen keresztül lehet a részleges fogyatkozást megfigyelni. És ez nagyon fontosnak tartottam én is, aztán később rájöttek a televíziónál az illetékesek, hogy hát ez mégse olyan, ez a hülye pasas itten, a bajuszos kerekfejű, mit tudom én, beszél itt minden hülyeséget, hogy ez mégse olyan hülyeség, amiről ez az űrge itt most már lassan 2 éve dolgozik, és állandóan robotol, és akkor televízión belül itt van, ott van, amott van, állandóan megy forgatni ehhez, ahhoz, amahhoz, vág itt mindenféle műsorokat, stb. Tehát én 2 évvel korábban, 97-ben kezdtem el az előkészítő munkálatokat. Akkor a televízió vezetője éppen Horváth Lóránt volt, úgynevezett tejfa, na lefordítom, teljes elnöki jogkörrel felruházott alelnök. Hát ugye, igen, mi csak tejfának neveztük ezeket az embereket. A Lóri egy nagyon jó indulatú, nagyon kedves ember volt, megvan ma is, azt kell, hogy mondjam, szerencsére, és rögtön belátta ennek a jelentőségét és a fontosságát. Az első lépésem az volt, hogy egy pársoros följegyzést írtam számára, amiben leírtam azt, hogy mi a végső cél. És adtam egy címet is ennek a műsorfolyamnak, ami az volt, hogy sötétség délben, és utána 3 pont. Mert ugye a sötétség délben, az egy regénynek az a Arthur címe. Köstler. Hát Arthur Égy Köstler, van. Ugye a Stalini borzalmakról írt egy ilyen című, hát szerintem dokumentumregénynek. Igen, talán, de zseniális. Hát sajnos igen. Azt kell, hogy mondjam. Tehát 3 pont ezért került oda. Miután aláírta a papírt, hogy támogatja, stb. Én átsuhantam a székház háta mögött lévő szabadalmi hivatalba, ahol levédettem ezt a műsor címet. És jól tettem, mert hogy aztán később más tévétársaságok is felébredtek, hogy hát akkor tényleg itten valamit kéne már csinálni, és akkor már késő volt, addigra mi már több fényévnyi előnyben voltunk, úgymond, ha szabad ezt így fogalmazni. Na most attól a pillanattól kezdve, hogy ez a védelem megtörtént, én minden egyes addigi műsorból kiszálltam, és teljes mellszélességgel szó igazi értelmében ennek szenteltem az életemet. Rengeteget, tehát először is azt mondja, kell egy élő közvetítés, nemzetközi. Hát azért az nem semmi. Tehát 120 perces élő közvetítés több helyszínnel, kapcsolásokkal, egyebekkel, hogy ebben benne legyenek az EBU országok, mi is az EBU, ugye az európai
műsorsugárzóknak az uniója. Annak a tagja volt akkor a Magyar Televízió, tehát a nemzetközi... Bocsáss meg egy szakmai kérdést, még mindig meg akartam kérdezni egy tévéstől, hogy az EBU és az Eurovízió az milyen módon kapcsolódik egymáshoz? Az ugyanaz a szervezetnek a két neve, vagy átfed, vagy nem, vagy az... Ne. Az Eurovízió az európai, tehát az EBU tagországainak sugárzott speciális műsor. Aha, jó, értem. Az EBU tagságért kőkeményen fizetni kellett. Igen. Tehát ezért, aki befizette a tagdíjat, az ingyen kapott ilyen közvetítést, tehát mint legyen ez dalfesztivál, vagy bármi egyéb más, és emellett hírcserét is kapott, vagyis a nemzetközi, tehát az egész földkerekségen történt események filmes összefoglalóját, illetve konkrét forgatott anyagot nemzetközi hanggal, stb. Kora reggeli órákban, mondjuk, vagy hajnalban 5 óra környékén, tudom, mert dolgoztam rajta, sugárral kapta meg a Magyar TV a híradónál, és akkor onnantól kezdve ezzel dolgozott például a TV híradó vagy a Külpolsz szerkesztőség. Ezt jelentette az EBU-tagság. Persze, vice versa, ugye nekünk is illett az időnként valami hát érdekesebb eseményt ugye rendelkezésére bocsájtani az EBU-nak. Ez megtörtént minden egyes alkalommal, mint például a napfogyatkozás legszebb pillanatainak a átküldésével. Persze nem is kellett átküldeni, mert ugye az összes EU ország, és ezen túlmenően egyébként, ahogy vonult a holdárnyék, a törökök, Törökországban, Irak, Irán és Indiában ért véget a fogyatkozás. Tehát mindezen országok, akik ugye nem EU tagok voltak, mindegyike külön adást szentelt a teljes napfogyatkozásnak. És ami tényleg kuriózum is médiatörténet, hogy ez volt az első olyan, a televíziózás történetben, amikor egy ilyen ritka természeti tüneménynek ekkora figyelmet szenteltek. És akkor hát ennek tudatában ugye 76 részből álló ilyen 4-5 perces kisfilmeket kezdtem el szerkeszteni, készíteni, felmondani, meg millió egy munka volt ezekkel a filmekkel is. Összes létező könyvemet behúzoltam a televízió, aminek valami köze van a napfogyatkozás témájához, és napokat dolgoztam a trükkszobában, hogy a különböző ábrákat, egyebeket fölvegyem, és azt adásba szerkesszem, illetve hát megfelelő módon tudjam elhelyezni. Akkoriban az internet az még messze nem volt olyan gazdag, mint manapság. Tehát a nyersanyag, ami rendelkezésre állt, főleg mozgókép tekintetében napfogyatkozás címszó alatt nullával volt egyenlő. Tehát nekem kellett valahogy, hát hogy is mondjam, olyan ábrázolásokat, vagy egyéb rajzokat, meg fotót, meg egyebeket, inzertnek hívják ezt, előkotoráztam, amely mutatja a teljes napfogyatkozásnak egy-egy pillanatát. Hát meglehetősen nehéz volt, de sikeresen teljesítettem ezt is. És szó szerint egy nappal át éve dolgoztam, folyamatosan 2 éven keresztül, olyannyira, hogy nem figyeltem magamra, 2-szer vittek le, majdnem ölben, magyar a székházban, az orvosi rendelőbe, mert ott egész egyszerűen elterültem a padló. Ez a kiderült, hogy mind a 2 alkalommal olyan alacsony lett a vércukor szintem, hogy az orvosnő ott nagy levegőket vett, és azt mondta, na itt van 2 kiflit, edd meg gyorsan. Tehát ennyire tényleg komolyan gondoltam a dolgot, és csinált, tettem a munkámat. Hát nem mindenki volt ilyen lelkes, meg kell mondjam egész őszintén. Itt a alpári megnyilvánulástól kezdve sok mindent kaptam. Egyébként hideget, meleget, hogy szokták volt mondani, de voltak gáncsoskodók, na hát aztán abból bőven volt. Ugyanek a sárga irítség, hogy hát ezt ő is meg tudná csinálni. Volt ilyen, aki azt mondja, hát adjam már mi az már. Azt mondja, hát 2 kartonlappal akkor csinálok napfogyatkozást, amikor akarok. Hát mondom, komám, akkor tessék, csináld meg. Azt majd fölvesszük, jó? Vagy ugye, hogy hát ő akkor itt lenne a főszerkesztő. Tényleg, értesz hozzá? Nem, de én leszek a főszerkesztő. Hát mondom, akkor próbáld meg, aztán nem fog sikerülni. Ugye föl kellett készítenem a kollégákat. El kellett magyaráznom, mert hát ugye ez nem egy annyira közismert jelenség, nem egy hétköznapi valami, és ezt, ahogy mondtam korábban, nem tudjuk ismét fölvenni, hanem ott is akkor, vagy tisztességesen
tesszük adásba, bocsán, hogy akkor mi a feladat? Műsorvezetőket kellett válogatnom, helyszíneket, megkeresni a helyszíneket, forgatási, illetve kapcsolási helyszíneket, ott elbeszélgetni az illetékesekkel, egyebekkel. Tihanyt emelném ki, az volt a központi helyünk, oda hívtam sok-sok vendéget. Hát te magad is ott voltál, igaz? Igen. Ezt akartam kérdezni. Korzánszky Richárd atya volt akkor éppen a apátság vezetője, aki hát csupa nagybetűvel emlegetem azóta is őt. Ismertem őt már korábbról, egy nagyon, nagyon kedves, nagyon, hogy mondjam, konstruktív ember. Egy másodperc alatt fölfogta, hogy mi ennek az egésznek a jelentősége, és minden további nélkül minden kívánságunkat teljesítette. A apátság épülete melletti Melvédre települtünk tulajdonképpen. Ott volt a közvetítő kocsi, meg egy csomó minden más. Kuriózum volt ez az egész. Hogy mennyire volt ez kuriózum. Itt egy papírra összeírtam, hogy valamit ki ne felejtsek. Ugye már a nemzetközi közvetítése, amit már említettem, hogy előtte 76 részből álló kisfilmek mentek adásba, az egyesen is, meg a kettesen is ismétlésben. Ami az se volt egyébként egyszerű, meg kell, hogy mondjam őszintén, mert hát a gáncsoskodók között volt olyan, aki azt mondta, hogy ilyen még nem volt, azt mondja, ezt senkit nem fog érdekelni. Mondtam az illetőnek, hogy mivel ilyen még nem volt, és akkor ebből az következik, hogy senkit nem fog érdekelni. Senkit nem fog érdekelni, és passz. Hát a többi alpári szöveg volt, azt engem nem idézem vissza. Hát akkor láttam, hogy ez itt nem fog menni. Ez egy olyan akadály, amin át kell ugrani valahogy, és akkor megkerestem egy fölötte lévő főnököt, és elmondtam neki, hogy mi a bánatom, hogy az illető a szépen takarékra lett állítva, és sajnos ilyen lépéseket meg kellett tennem. És hát persze ugye nemzetközi közvetítés, hát akkor a nemzetközi főosztályunkat is be kellett indítani, hogy hivatalosan ennek, annak, ebunak, izé, stb. Kinek, minek, hogy írni, egyeztetni, adásidő, izé, ide kapcsol, oda kapcsol. Szóval tulajdonképpen nagyon, de nagyon-nagyon, én azt mondom, hogy körülbelül 1000 embernek a munkája van abban, hogy ez a közvetítés létrejött, hogy tisztességesen, normálisan adásba tudott kerülni, itthon és külföldön, illetve hogy a kisfilmek teljes mértékben maradéktalanul, informatív módon elkészültek. A rendőrség nagyon, hát hogy mondjam, gálás volt, mert ők is megértették ott a főnökök, hogy miről vagyunk szó, és egy rendőrségi helikopter bocsájtottak a rendelkezésünkre. Ami szépen leszállt a Kiliti reptéren, és utána kimentünk a pilótához, és elmondtuk, hogy mit kellene, hogy kellene. Egy operatőr kolléga szépen fölült, és amikor szóltunk neki rádiótelefonon, hogy légy szíves, akkor induljatok, és csináljátok balatoni totál képeket, egyebeket, és akkor azt meg is csinálták. Amikor a teljes folyatkozás történt, akkor ennek a helikopternek a fedélzetéről az operatőr kolléga megmutatta magasból, ahogy a hold árnyék vonul, végig robog ott a különböző hegyeken, illetve a Balatonon, ahogy átsuhan tulajdonképpen, és ahogy milyen furcsa fényekben fürdött a táj. Tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, én, mint csillagász, amikor bekövetkezett ez az egész jelenségsor, hát komolyan mondom, hogy lecedekelve álltam, néztem az égen azt az óriási fekete lyukat, és nekem is az volt a benyomásom, hogy Jézus Úristen, mindjárt az be fog engem szívni. És akkor itt, hát akkor mi fog itt történni? Úgyhogy abszolút meg tudtam érteni a korábbi népeknek a hiedelem világát, illetve a sokaknak a mai felfogását is, hogy Jézusom, itt a világ vége. Hát nem a világ vége lett, hanem előjöttek a szúnyogok, és jó megcsíptek. Igen, ezt akartam én is mondani, hogy egy kiegészítsem, mert lehet, hogy Tihanyról annyira nem látszott, de én egy teljesen falusi környezetből néztem a dolgot, Kissomjón, az ott van,
ugye Kisalföldnek a déli részén, és ott konkrétan, amikor bekövetkezett a teljesség, akkor a kakasok elkezdtek kukorékolni, és hasonló dolgok történtek. Igen, ilyenkor az állatvilág egészen érdekes módon reagál, az egyik kisfilm erről szólt pontosan, amiről most beszélsz, hogy ugye a kutyák ugatnak, hogy a méhek ugye össze-vissza bolyonganak, tudnálik a méhecskék és egy csomó más rovar, az a poláros fény alapján tájékozódik. Na most ugye, hogyha a hold elfedi a napot, akkor ez a polarizációs hatás megszűnik, és szerencsétlenek elveszítik az iránytűjüket. Példának okája. Tehát volt, aztán a fogyatkozás után csináltam egy külön kisfilmet, ahol méhészektől kezdve jó néhány embert sikerült összeszedni, akik elmondták, hogy mit tapasztaltak a saját környezetükben, amikor a teljesség bekövetkezett. Na, akkor ami még különlegesség volt. Tihany, templom, harangszó. Ugye hát az adás során elértük a déli 12-t, és hát 12 órakor ugye ment a déli harangszó a Magyar Televízióban, na most nem ment, hanem az ment, hogy a tihanyi apátság harangja szólalt meg, és onnan adtuk a déli harangszót. Ezután jött a híradó, amíg a híradót nézték itthon, addig a nemzetközi adásban Korzenszky Rihárd atya és néhány kiváló vendég beszélgetett ott a tihanyi szépségekről, meg a kultúrtörténeti vonatkozásokról. Amikor a híradó véget ért, akkor visszakapcsoltuk a korábbi helyszíneinket. Na akkor, ami zajlott még az adás, az élő adás során, az Országos Meteorológiai Szolgálattól Visi Károlyt, aki egyébként Gyurinak hívtak, kértem meg arra, hogy be fogunk téged is kapcsolni, legyetek szívesek, Siófokon van egy állomásotok, ott nézzétek, vagy mondjátok meg, hogy a hőmérséklet hogyan változik, ahogy a nap látható felülete foly. És amikor bekövetkezik a teljesség, akkor a hőmérsékleten mi történik. És ezt szépen, gyönyörűen elmondta a grafikon, aztán az esti összefoglaló adásba bekerült a grafikon is, ahol nagyon jól lehetett látni, hogy a hőmérséklet a jelenség során miképpen süllyedt, illetve aztán emelkedett. És akkor még egy érdekesség. Ópusztaszer, ugye, hát nemzeti emlékhely. És akkor azt találták ki az ottani szervezők, hogy amikor a totalitás zajlik, akkor egy sámán jelenetet fognak előadni. Hát gondoltam, hogy szerencsétlen szereplők, hát a sámán jelenettel fognak foglalkozni, hát egy hajszát nem fognak látni a teljes fogyatkozásból. Hát ez így is történt egyébként. Azt kell, hogy mondjam. Tehát ők a színház jelenettel voltak elfoglalva. Hát ezek azok úgy hirtelen gyorsan összeírva, mint kuriózum, amiket szerettem volna így elmondani. És egyébként én még azt szeretném hozzátenni, hogy ezt hangsúlyozzuk ki, hogy ahogy mondtad is, hogy Tihany volt a közvetítésetek központja is, hogy majdnem lényegében az egész Balaton beleesett a teljesség sávjába, tehát azért turisztikai szempontból ez egy óriási gurítás volt, és annak ellenére, hogy Budapest maga nem esett bele. Nem. Hát itt nem is volt. Itt nem is volt. Semmi különösebb nem volt. Igen. De visszatérve, amit te mondasz, azt mondják az okosok, hogy ott a Siófok és környékén 1 millió ember figyelte a teljes napfogyatkozást. Én csak egy másodperccel figyeltem a túlpartra azt a millió vakut, ami villant, szóval amikor jót mosolyogtam rajta, mondom, belevakultam a fogyatkozó napba. Hát, jó, hát lehet, hogy automatikus beállítás volt. Nekem, hát igen, ez kétségkívül. Ja, és erről jut eszembe. Azt mondta valami nagy okos a Magyar TV-be, azt mondja, vegye tudomásul, hogy be kell bizonyítania, hogy az a jelenség nagy nyilvánosság előtt zajlik. Hát úgy eszembe jutott annak, hogy a katonaságnál a nagyefű őrmester elvtárs, ugye, aki minden következő hülyeséget mondta nekünk az Alföld közepén, elvtársak, balról az osztrák hegyi vadász zászlóalj támad, feküdj! Jó van. Na, szóval tévés, annyi minden szörnyűség történt, meg negatív dolog történt a MTV-ben, kormányváltás volt, vezetők váltása volt, pénzügyi problémák és egyéb minden, hogy egy kollégám azt mondta nekem, azt mondja, vett tudomásul, akár tetszik, akár nem, de ezt az egész műsort és minden egyéb mást,
háborús körülmények között kell elvégezni. És hát sajnos így lett. Ezt a saját bőrünkön tapasztaltuk meg. Úgyhogy... Viszont annak ellenére igencsak színvonalas műsor volt, és hát emlékezetes is azoknak, akik néztük, úgyhogy ez egészen... És ahogy mondtad, tehát ez most már igazából nem veheti el senki, hogy ez volt az első eset. Kérlek, a történelemben. A korom előtt van Espenáknak egy kiváló könyve, ugye aki nem tudja, ki ez a Fred Espenák, hát elég jól beüti az internet keresőbe, és ki fog jönni egy rendes bibliográfia, fogyatkozások a fő témakörre. Azt mondja, idézem, kiváltságosak azok az emberek, akik láthatták az eseményt, érezhették erejét. Az árnyék eltűnhet, de emléke kitörölhetetlen. Hát ez bizony. Igen, és ha már szóba hoztad a Fred Espenákot, azt is el akarom mesélni én is, hogy annak idején a NASA, konkrétan a Fred Espenák akkor még nem menj nyugdíjba, hanem a Goddard Space Flight Centerben, Marylandben, Greenbeltben dolgozott, és ő összeáll, ők hát az általa vezetett csoport, egy térképes, táblázatos, vastag kiadványt összeállítottak minden nap fogyatkozásról. Az erről a bizonyos is. 3000 éves intervallum, ugye, amire gondolsz? Igen, de nem, hát hogy arról beszélek, hogy minden egyes nap fogyatkozásról külön-külön egy térképes, vastag kiadványt. Hát persze, mert mindegyik egyéni. Mindegyik edényi, és így van, és hogy írtam nekik annak idején levelet, ugye még egyszer akkor még az internet az igencsak kezdetleges volt, hogy a Magyar Csillagászati Évkönyvben azt írták, hogy aki szeretné, mit tudom én, megnézni azt, hogy mondjuk Iránban, ahol vége lesz majd, tehát ott akkor merre megy majd a teljesség sávja, tehát aki nem csak az érdekli, hogy Magyarországon, hanem bárhol máshol merre megy, meg hogy pontosan melyik városból mettől meddig tart, tehát ez ilyen hosszú táblázatok sokasága, az írjon a NASA, és akkor postán elküldik ezt, és ez meg is történt. Ingyen és bérmentve, nekem is megvan. hogy egy könyv született meg, az a cég adta ki, akit a planetáriumi prezentációnál ők kérték azt a prezentációt, nekik a szemüveget forgalmazták, Itt van az orrom előtt, azt mondja, hogy három szerzője van, Mark Littman, Ken Wilcox és Espenyák, ha így kell jól mondom, napfogyatkozása maga teljességében. Igen. Ez egy szép, szép, jó vastag könyv, aminek a vége felé városokra lebontva ott van, hogy földrajzi helyszín, itt töröm én, Irak, Irán, stb. A városok megjelölve, hogy mettől meddig tart a fogyatkozás, mennyi a teljesség ideje, meg stb. Tehát minden olyan információ, amiről az előbb beszéltél. Na most még két nagyon fontos dolgot gyorsan szeretnék elmondani. Egy. A legközelebbi teljes fogyatkozás Magyarországról a déli határvidék közeléből lesz látható, ha nem lesz borult az ég, 2081. szeptember 3-án. Mindenki írja föl. Igen. Hát aki nem írta föl, ott az internet. Aztán, amikor, ugye az a jó, hogy ez a teljes fogyatkozása is a holdárnyék házhoz jött. Szó igaz értelműben. Ha nem jön házhoz, akkor nekem kell menni. Amik a legkellemesebbek a közeljövőt illetően, Spanyolországba kell elutazni 2026. augusztus 12-én, ahol látható ilyen fogyatkozás, ami gyűrűs lesz egyébként. 2027. augusztus 2-án, szintén Spanyolországból látható teljes fogyatkozás, amelynek a maximális időtartama nem ott, hanem Egyiptomban a sivatag kellős közepén, a semmi közepén, több mint 6 percig fog tartani. Hát én azért nem vennék vállalkozni egyiptomi utazásra, ott a homok sivatag kellős közepén úttalan, hát úgy sincs arra, mert minden meg. Ott a térkép fönn van egyébként az interneten. Igen, de ahogy mondtad, Spanyolország déli részéből, ott Gibraltár közeléből. Na, így van. Vagy sőt, Marokkón a túlpartra. Mind a két fogyatkozás megnézhető, tehát célszerű ezt betervezni az úti naplóban. És egy utóélet, amire méltán vagyunk büszkék. Balázs Béla csillagász professzor, aki akkor professzori szóvivő volt a professzorok házában, és vendégünk volt a Tihanyi főhelyszínen. Azt mondta nekem, hogy tudunk biztosítani nektek
3 millió forintot arra, hogy megjelenjen egy DVD. És ezen a DVD-n rajta lenne a televíziós közvetítésnek a legszebb pillanatai, illetve azok a kisfilmekből, amit válogast ki, és akkor arra fő lehet tenni. Tehát nyomot hagytunk magunk után az utókor számára, és ez a sötétség délben 3 ponttal feliratú DVD, hát nem azt mondom, hogy elérhető, de nagyon hát sokat kell kutakodni, mert magánembereknél ez megtalálható, és ez őrzi ezeknek az alkotó embereknek a munkáját. Visszaadja. Hogy ez milyen fáradtságos volt. Hát próbáltam valahogy érzékeltetni, de én azt mondom, hogy megérte. És ha még egyszer meg kellene csinálni, vennék egy nagy levegőt is, és neki futnék ismét. Mert jól esett, na, az az igazság. Végre abszolút a szakmámat minden egyes, hogy mondjam, ismeret morzsáját építhettem egyé, és én ezt élveztem a legjobban világéletemben, azt kell, hogy mondjam. Csináltam én egy csomó más filmet is, de akkor is ezzel az első helyen nálam. Hát nagyon, nagyon köszönöm, hogy ezt így megosztottad velünk, tényleg, és nagyon sok, most nekem is kedvem lenne újra nézni az egészet, mert tényleg nosztalgikus. Megteheted. És igen, mert valószínűleg meg lehet, ki lehet azt kutatni az internet erejében. Ajaj, hát lenyúlta így valaki. Van, így van. Ott van fönn, ugye jó díj az, ugye, hát az minek, hát, az, jó, nem hát, ismer az illető. Igen. De az is valami, hogy közkincs, és akkor él még így is. Igen. Na és hát igen, úgyhogy erre buzdítunk mindenki mást is, és valóban 2026-ban, vagy aki lemarad róla, akkor 2027-ben itt Európában nem annyira messze, Magyarország néhány ezer kilométeres sugarú környezetében meg lehet tekinteni, aki pedig főleg a Dél-Dunántúlon lakók helyben akarnak maradni, akkor nekik viszont 2081-ig kell várni, viszont 25 évvel ezelőtt feledhetetlen élmény volt mindannyiunknak, akik látták, ezt megerősítettem, és köszönöm is, hogy... Egy mondatot, ha meg szabad. Na, tehát mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Nincs olyan műszaki eszköz, nincs, ezt aláhúzom 8-szor, amely visszaadná. Ja, igen, igen. Ezt a természeti... Ezt látni kell. Ezt látni kell. Így van. Sok helyen olvastam, hogy odavitt egy kamionnyi technikát az illető, minden ezt nyomta, azt izge-bizge, egyszer csak végre lett a napfogyatkozásnak, és megkérdezte, hogy mi az történt, valami, úristen, már vége, már nem láttam semmit. Igen, meg egy dolog, tényleg, ez is egy fontos dolog, hogy én képzeld el, találkoztam olyan emberrel, aki nem vette le a szemüveget, amikor beállt a teljességi fázis. Képzeld el. Tehát nem is az, hogy egy ópusztaszeri sámán bemutatón vett részt, hanem ott volt végig, csak azt nem mondta neki senki, hogy amikor a napfogyatkozáson, akkor kötelező levenni, különben nem lát semmit az egész. Hát hozzá, igen, tudom, hogy ti elmondtátok, bemondtátok kb. Naponta a tévében a végén. Igen. De na mindegy. Szóval erre kell figyelni. Napfogyatkozást tényleg, aki teheti, az tényleg, az ne hagyja itt a földi árnyékvilágot anélkül, hogy a hold árnyékába bele ne kerüljön, úgyhogy, mert tényleg hihetetlen élmény. Nagyon szépen köszönöm Horha Zoltánnak, a nagyon informatív, rendkívül érdekes, és hát nekem nosztalgikus élményeket visszaadó remek beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Véget ért az adásidőnk, de 2 hét múlva újra jelentkezik a Szokol Ébresztő a szokott körülmények között az űrös műsor, addig pedig természetesen a Tilos Archívumban, illetve a Parallaxisnak a YouTube, iCloud, iTunes, SoundCloud, meg mindenféle ilyen felületei, mindent el lehet érni. Ez az adás is fölkerül majd oda szerdától, és hát visszahallgathatóak a korábbi adások is. Még egyszer Orha Zoltánnak nagyon köszönöm a részvételt, a hallgatóknak pedig a figyelmet. További jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.